A Bukovinában alapított 5 település, Isten segíts, Fogadj Isten, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva. A Bátaszéken élő székelyek többsége ez utóbbi faluból került előbb Bácskába, majd a II. Világháború után a Tolna megyei településre. A székelyek megtartották hitüket, megőrizték hagyományaikat, akár csak Csiki Béla szülei. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége egykori alelnöke a kezdetektől szerepet vállalt a bukovinai találkozások folklórfesztivál szervezésében, lebonyolításában. Az első igazi bukovinai találkozások, hogy úgy mondjam, szó szerint kint Bukovinában volt. Mert akkor én még ott nem voltam, én már itt születtem Bátaszéken 46-ban, 8. gyerekként, és hát édesanyám, édesapám, testvérei, mindegyik perfekt beszélt 2-3 nyelven. Ez az én szégyenem, hogy nem tudok. Mert hát milyen az ember, mikor fiatal lusta, és mindig máshol tovább. De hát érzem a hiányát, de pótolgatom a dolgokat. Tulajdonképpen a tagságnak volt az igénye. Többen jelezték, és nekünk, mind a szövetségnek a vezetői, a igényeket ki kell elégíteni. Tehát nem akkor vagyunk jók, ha valamit kitalálunk és megcsináljuk, és ráerőltetjük a többségre, hanem az az igazi, amikor alulról építkeznek, és az igényt jelzik, azt mi összeszedjük, és időrendi sorrendben és téma szerint tudjuk akkor tálalni és megbeszélni. Így maradandóbb, érthetőbb, és hogy mondjam, egy laikus számára is abszolút közérthető, és a lényege tudja, hogy honnan jött, és hol tart. Mert az a lényeg, hogy honnan jöttünk, és hova tartunk, de ezt állandóan fel kell frissíteni, és kevés erről beszélni, ezért tenni kell, cselekedni, szervezni, és mindig bevonni az alulról jövő igényeket. Szinte én természetes módon jött. Tehát mindenki részéről, tehát nem magamról beszélek, meg a székely vezetőségről, hanem mindenkinek az igényét össze tudtuk úgy vésülni, hogy időrendi sorrendbe be tudtuk tenni, és működött. És mai napig is így működik. Tehát mi annak vagyunk az igaz hívei, a kitaláció az nem jó szó, hanem ezt nem kell kitalálni, mert ez egy élő hagyomány volt, ezt kell föleleveníteni, és akkor teszik élővé, ha minél többször megemlítjük és bemutatjuk. És ez a lényege szerintem. A létszáma a bukovinai székelyeknek meghaladja az 1000-et, és a bukovinai székelyek ezt a hagyományt úgy éltetik, hogy az adott helyre is mindjárt visszaültetik. És ez ettől, hogy mondjam, ezért nincs annak olyan érzete, hogy most itt kitalál valaki valamit, és aszerint összeszedjük. Ne, mert nekünk is jobb, hogyha úgy jön össze a dolog, hogy élőben is folyamatában. Egybefonódnak a dolgok, és ettől olyan szép, olyan jó. Tehát volt olyan, hogy a Bukovina Fesztivált a Zbigniew Kowalski szervezte. Ő azért tudta ezt megtenni, mert a munkahelye is ez volt, a szakmája is ez, és volt egy csoportja. Tehát ő keresett meg bennünket, és akkor egyeztünk meg abba, hogy hát most hogy is legyen. Tehát ez nagyon jó volt mindenkinek, mert olyan helyre kerültünk el, ahol a szüleink már voltak, de még nem. És most láttunk olyan dolgokat, amit
hogy mondjam, régen fotóról az emberre emlékeztették. Jaj, de megint más ott lenni, és ezt átélni. Köztudott, hogy az embereket mindig a búcsú és az egyéb dolgok tartják egyben. Na de búcsú csak ott lehet, ahol van alap. És ha ez az alap megvan, hála Istennek van rá igény, akkor nincs gond.